A kék kisbuszban hárman utaztak, az első megfigyelési ponton egyikőjük sem volt bekötve. Ez fejenként 20 000 forint pénzbüntetést jelent, a sofőr pedig 3 büntetőpontot is begyűjtött. Ha még mobiltelefont is használt volna, plusz 3 pont és 26 000 forint helyszíni bírság járt volna. Alig telt el egy kis idő, a rendőrök már jeleztek is a következő sofőrnek. Alig 20 perc alatt 5 autót intettek ki a forgalomból szerda reggel Nyíregyháza egyik forgalmas útján. Mindezt egy roadpoll akció keretében. Ellenőrzik a passzív biztonsági eszközök, a biztonsági öv, a bukósisak és a gyerekülés helyes használatát. A fókusz azonban most nem ezen van. A mostani többnapos akció fő célja, hogy az ellenőrzés során a forgalomban a legtöbb olyan jogsértő cselekményt elkövető járművezetőt kiszűrjük, aki olyan eszköz használ, mobiltelefont, elektronikai eszközt, amely a vezetéstől a figyelmét elvonja. Érthető ez alatt, hogy vezetés közben mobiltelefonál, vagy más olyan tabletet használ. Kollégáim több esetben egyébként találkoztak már olyan járművezetővel, aki nem is csak mobiltelefonált, hanem vezetés közben videóhívást kezdeményezett, indított és folytatott. Ha forgalmi okból történik a megállás, például piros a lámpa, kézbe lehet venni a mobilt. Valójában ez sem ajánlott, hiszen a sofőr belemerülhet egy üzenet elolvasásába vagy megírásába, és nem látja, ha zöldre vált a lámpa. Ez pedig szintén baleset kiváltó oka lehet. A Kressz azt mondja, hogy minden olyan magatartást mellőzni kell, amely a vezető figyelmét elvonja a vezetéstől. Hogyha nem tudunk az útra figyelni, a vezetésre figyelni, a jármű biztonságos vezetésére figyelni, az ugye már szabálytalan. Hogyha kézbe veszi a mobiltelefonját, hívást indít, SMS-t ír, szöveges üzenetet ír, vagy videótelefonál, az már jogsértő cselekménynek minősül. A fokozott razzia, mely során az elektronikus eszközök használatát figyelik, október 13-áig tart. Ellenőrzésekre azonban ezután is számítaniuk kell az autósoknak vármegye szerte.